Hírek a Rádió Egyen. Polgár Judit Sakkozót kérték fel az ENSZ női egyenjogúságot szorgalmazó programja egyik képviselőjének. Donald Trump nagyapját kiutasították Németországból. Barack Obama újabb elnöki kegyelmet gyakorolt. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Donald Trump nagyapját kiutasították Németországból. Érdi Mária korábbi terveivel ellentétben itthon tölti a karácsonyt, a riói olimpiát is megjárt vitorlázó, jelenleg Ausztráliában edzőtáborozik. Nagyon élvezem az ausztrál körülményeket, nagy szél van általában, eddig szerintem két nap volt, hogy gyenge szél volt, amióta itt vagyok, másfél hónap alatt, és azért is nagyon jó, hogy nagy szél van, mert ebben kell fejleszteni a sebességemet, és érzem is, hogy egyre könnyebben megy a hajó. Általában itt fiúkkal edzem együtt, akik gyorsabbak nálam a nagy célben, úgyhogy ez még duplán jó, mert így húznak előre, meg motiválnak. Jövő évet azt úgy tervezem, hogy elindulok a világkupákon és az U21-es világbajnokságon és Európa-bajnokságon. Ezekről szeretnék éremmel hazatérni. Karácsonyt azt most úgy néz ki, hogy otthon fogom tölteni, aminek nagyon örülök. Ám amikor kirepültem ide Ausztráliába, akkor még az volt a terv, hogy nem megyek haza karácsonyra, hanem itt maradok még az Ausztrál felnőtt bajnokságra, ami december 27-én kezdődik, de hát már így majdnem két hónap után eléggé hiányzik a család. Érdi Mária vitorlázót hallottuk. A kötfoltok zsugorodnak, a legtöbb helyen fel is oszlanak, csapadék nem várható, a legmagasabb hőmérséklet többnyire.